Új videókat mutattak be Ukrajnában a hétfői Kramencsuki orosz támadásról. Ezek a felvételek a felrobbantott bevásárlóközpont melletti parkban készültek. Látszik, ahogy az emberek pánikba estek, amikor a rakéta becsapódott a közelükben. Egy másik videón tisztán kivehető, ahogy a rakéta eltalál egy épületet. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök videóüzenetben hozta nyilvánosságra a felvételt, amelyről azt mondta, hogy a plázátért találat pillanatát rögzítette. Moszkva változatlanul azt állítja, hogy egy szomszédos fegyverraktárat támadtak, onnan terjedt át a tűz a zsúfolt bevásárlóközpontra. Az orosz külügyi szóvivő szerint inkább az lenne a helyes kérdés, hogy miért tárolnak fegyvereket és lőszereket egy bevásárlóközpont közvetlen közelében. Az orosz csapatok közben megpróbálják teljesen bekeríteni Lisicanszkot, az utolsó nagyobb várost, amelyben még ukrán katonák vannak a Luhanszki területen. Házról házra folyik a harc. Már csak időkérdése, mikor kerül Liszicsansk is orosz kézre, bár a várost védő ukrán katonák még heves ellenállást tanúsítanak. A háború azonban nem korlátozódik kizárólag a Dombászra. Más kulcsfontosságú városokra, mint Harkiv vagy mikolai is változatlanul bombák hullanak. Mikolaivban szerdán több lakóházat is eltaláltak, és legalább négy emberrel végeztek az orosz lövedékek.